mi amikor ezt az egész rendszert elkezdtük kiépíteni, akkor még a 2000-es évek elején tartottunk a Gödölői Szent István Egyetemmel és a Magyar Tudományos Akadémiával közösen építettük fel azt a koncepciót, ami ma már teljesen elfogadott a társadalmunk számára. 2006-2012 közötti időszakban nagyon-nagyon sok nemzetközi kutatómérnök, tanár, uram, politikus is megfordult nálunk, megnézni, vizsgálni, elemezni azt a rendszer, energetikai rendszert, amit fölépítettünk. Perutól kezdve, Dél-Afrikától, Anglián keresztül, nagyon sok országot említhetnék. Dombovár és a Dombovár környéki mezőgazdasági üzemeknek vetőmag és cukorrépa. Ez volt a két fő termelési irányvonala számunkra is. A vetőmag a mai napig megmaradt hibrid kukorica és a hibrid kukorica címmel teljesen ismert a dombovári diákok körében. A cukorrépa mióta a kaposvári cukorgyár működik, szintén jelen volt, viszont az Európai Unió 2004-2006 környékén megváltoztatta a cukorrépa rendtartását és a cukorrendtartást. Ennek számomra egyenes következménye az volt, hogy nekünk sajnos muszáj felhagynunk a cukorrépával a megváltozott pénzügyi gazdasági viszonyai között. Nagyon sokáig gondolkodtunk, hogy a kótánkat visszaadjuk-e az Európai Uniónak, vagy nem. A végén úgy döntöttünk, hogy igen. Ebben az időben már a Gödörői Szent István Egyetemnek a tangazdasága voltunk, és a Magyar Tudományos Akadémiával közösen több kutatás tevékenységünk is folyt. Így volt hova fordulnunk, és volt hova, volt kivel, együtt felépíteni, létrehozni egy koncepciót. Ez pedig az akkor még divatnak számító megújuló energiaforrások használata előállítása volt mezőgazdasági tevékenységre alapozva. Ennek keretében először létrehoztunk egy biogázüzemet, majd pár év múlva, amikor az etanol üzemnek is az engedélyeztetése a végére ért, és létre tudtuk hozni, megépítettünk egy etanolgyárat, majd duplásítottuk a biogázüzemünket. Ezzel lényegében ez a bioenergetikai rendszer létrejött. Olyan szinten komplexitásában vizsgáltuk a dolgokat, hogy az input és az output oldalt is próbáltuk a legzöldebbé tenni. Ezért villamos előbb-utóbb a napelemekbe törtük a fejünket, amit a mai időszakra, mai napainkra meg is valósítottunk. Egy 1 megawattos napörömű parkot üzemeltetünk valamint az input oldalon faapritékra álltunk rá, és ültetvényeket hoztunk létre a kapos területén, olyan ter földterületekre más művelésre nem alkalmas. Tehát kukoricát nem lehet előállítani rajta. E és az egész bioenergia farmon lényegében foszilis energia felhasználást nincs. Ezzel Európában és ezekkel az összekapcsolásokkal lényegében egyedüliként mondhatjuk el magunkról azt, hogy az egész rendszert úgy tudjuk működtetni, mint hogy a perpétum mobile lenne, ha bár ugye ez nem létezik, nálunk sincs. A napenergiát szabadítjuk fel, a növények által megkötött napenergiát szabadítjuk fel különböző lépésekben biogáz és etanol előállításra. Aztán természetesen tovább-tovább gondolkodtunk közösen, és a hulladékű hasznosításra hoztunk létre egy orhidea kertészetet, ami megint nem egy jellemző növény a magyar klímán, hiszen ez egy trópusi növény. Hollandok Európán belül elég erősek belőle, de tajvaniakkal is együttműködünk ezen a területen, tehát itt is szintén nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk. Gánában és Nigériában is működünk, Németország mellett. És amikor Nigériában elkezdtük tervezni az ott kinti bioenergia farmot, akkor a kinti minisztériumtól egészségügyi problémák leküzdésében, segítségében is kértek segítséget, és így ott nem italalkol a végterméke a biotanol gyárnak, hanem megbíztunk egy magyarországi vegyes csapatot, hogy alkohol alapú fertőtlenítőszereket fejlesztenek ki a számunkra. Így jött létre az azú, aminek a neve most már így érthető sok ember számára, nem az, aki a boltokban meglátja, hogy miért pont zazunak hívják. Azért így hívják, mert azt a tartomány törzsi néven, ahol a kinti bioenergiafarm épül, azt zázuának hívják, mint Magyarországon Pannoniának a régi világban Dunántult, és ennek a becézett, rövidített alakja az zázu így csatolódik vissza Nigériai és így lett a magyarországi forgalmazott termékünknek is a neve. Az azutát ezen a néven engedélyeztettük, tehát ugyanaz a neve, mint Nigériába és Gánába. Aztán persze ezt a termékcsaládot is továbbfejlesztettük, így már felület fertőtlenítő, nem csak kész a stb. épül rá. Tehát az a kis koncepció, hogy a répa pénzből valamit csináljunk a végén ide el, és hogyha jól tudom, akkor ilyen rendszert Európában, ahol a hulladék gazdálkodástól kezdve az input minden zöld, és mindenre nyugodtan rámerjük rakni a zöld kézjelet, hogy recycling, tehát megújuló energiaforrásból létrejött, nem nagyon tudok.